Nos, András komám, akkor most csinálunk egy filmet az udvaron lévő úgymond állandó épületekről. Ez a hely a Caprera fegyves. Miért nem élesítve? Ezt nem tudjuk. Tehát ez az egyik legtávolabbi végpont. Vasút nincs, de csak úgy berepüljük drón módjára a pályát. Következő kint lévő dolgok. Ugye az üzemanyagkút. A roncstelep. Állandó kísérőnk a hét. Ez itt csörömpöl, ha kell, ha nem. Mint állandó kint lévő létesítmény a híd. Ez tulajdonképpen, ez Caprera alsónak a hurok része. És mindjárt itt van egy Stellerk. Egy Stellerk. Egy budi. Ez pedig a büfé. Ez szintén kint van állandóan. Ugye ezek mind póla építmények. Ami kint van, és az árnyékom is benne van. Ezek a Jani bácsi építményei. Ugye ezek fából vannak. Ezek félig meddig tető alatt vannak, tehát direktben nem éri őket a víz, csak a felcsapódó meg a pára. Fa létükre ezért egész jól bírják ezt a dolgot. Na, haladjunk tovább, megrepüljük a pályát. A következő állandó építmény, az pedig a malom. Most már nem folyik a malompatak, mert téliesítve van. A tó az csobog. Mert valahol szűrni kell az egészet, és akkor ez a malomtói kerülés. Egy hármas váltó. És a malomtói rakodó. Ez az első faház, ami most már 10 éve kint van a szabadba. Ezt éri az időjárás, itt teljesen, hát most már látszik rajta, most már kezd porladni. De hát ez 10 év. 10 év télen-nyáron a szabadba. Na hát akkor, ha itt vagyunk, akkor repüljük ebbe az irányba tovább a pályát. Ugye ez is egy szárnyvonal. Kettős híd, és újabb télen-nyáron kint lévő épületek. Ez egy mezei polimobil házikó, ez egy brikóféle ház, meg mögötte a másik kicsi is, de megnézzük közelebbről. Azért, csak át kell lépnem. Tehát tulajdonképpen ez a két ház helyettesíti a nagy jászsági parasztházat állandó jelleggel, aminek egyébként itt van a helye.
ezen a kockán a legelső bakterháznak van a helye, ami szintén nem lehet kihozni, mert nem bírja az időjárás viszontagságait. Ez a terület volt a valamikori déli hurok rész. Mondjuk erre biztos emlékszel, itt egy ovál volt, azóta már sok a fejlődés. És akkor térjünk rá a következő dolgokra. A raktár, ez már régóta megvan, ez a malommal egyidős szerzemény. Ez a pékség. Ez a brikótól szintén. Ugye ez a rész tulajdonképpen a Caprera nagy állomás. És most ez az új építmény, ez az új ház, a legutolsó, ami szintén kimaradt télen-nyáron. És akkor ez, ahol a fehér rész van, ez a negyedik vágány, vagyis pontosabban az első vágány az állomás Caprerán. Ugye ide lett beépítve az angol váltó, funkcionálisan. Egy cirka 10 éve kint lévő épület, ez a raktár épület, a szabosított PVC-ből hevenyészetten összeragasztva. Néha kell rajta javítani tetőt, meg ezt, ami leesik róla, de tökre jól bírja. Igazándiból más épület nincs. Ezen a helyen van Caprera felső helye, azon a helyen pedig a templomnak a helye. És akkor tulajdonképpen Fenyvestől idáig, eddig a pontig, ha körbejövünk, azért az több mint 40 méter vasutazást jelent. Nem kicsi. És az ember lehajol minden egyes váltóállításra, mert ugye mondjuk le kell, akkor az olyan, mintha az erdőbe nekiállna gombát szedni. Sokat kell hajlongani, megmondom őszintén, strapás tud lenni. Na, szóval ezek az apró házacskák, amik itt így egy kupacon vannak, pontosabban nem. Mert van itt még egy másik városi házak kategória, amit mindig kifelejtek a sorból, az emeletes házak. A relief házak című előadás. A két baloldali az Pikó gyártmány, a jobboldali Jani bátyánk gyártmánya. Teljesen jó, mert ez is erre szaladt van, ez sem éri igazán a víz, ezért hiába van fából a jobboldali, ezért az még bírja az időjárás viszontagságait. Egyelőre ennyi, és majd mindjárt megmutatom azokat a házakat, amiket adott esetben ki kell rakni. Na hát itt vannak a faházak, amit ki kell rakni. Ugye bal oldalt van egy stelverk. Jani bácsánk munkája, az összes többi közben a kis kápolna. És most, ami Caprera fegyves volt, ebből lett Caprera felső állomás. Nos, itt van egy vadászház, ami méretét tekintve kellően kicsi, bármikor kirakható. Oda teszem, ahova gondolom. A borozó. Kurvákkal, kedves vendéggel, stb. Ezek a bárhova kihelyezhető. Ő egy borozó. Ez az építmény. Ez pedig az Attila munkája, ami egyébként Kapospulla vasútállomását mintázza. Kinhagytam egy-két évig, és sajnos megviselte.
innentől kezdve viszont vigyázni kell rá. A kettő kis korgászház, a vízház, a szenelő. Ugye ő kapra az alsó, mint állomási épület. Most itt van kint a szabadba, tehát közel van a felállítási helyéhez. Ez Caprera alsó raktára. Ez a fűtőház. Ez pedig Caprera alsónak a váróterme. Na most ez az egész, ez így néz ki, hogy itt van a sarokba, tető alatt. Tulajdonképpen rettentő gyorsan és könnyen felállítható, mert csak erre a helyre kell tenni. Úgyhogy ezen az útvonalon itt leviszem, és akkor kipakolom. Tehát minden közel van ahhoz, hogy a helyére kerüljön. A két nagy épület, a nagy állomás, a régi ugye Caprera, meg a jársági parasztház, az van a szekrény tetején, amit csak abszolút, de jeles napokon hozok ki. Hol voltatok ki a utcában? Hát csak itt a állomás mellett. Szokott fújni a szél, de nem fújt annyira.